Sziasztok! Én Kaci vagyok, ez pedig itt újra a Hype, a Foodora és a GameStar közös, hetente jelentkező hírműsora, ahol beszámolunk nektek a játék és filmvilág, az IT-szektor és a geek kultúrkör legfontosabb bejelentéseiről, legszoftosabb pletykáiról, és adunk néhány tippet, hogy hogyan legyetek pro-gémerek. Ahhoz mondjuk sokat kell gyakorolni. Nem úgy a Pro kaja rendeléshez, hiszen a Pro 100 kuponkóddal az exkluzív előnyöket kínáló Foodora Pro első hónapját most teljesen ingyen húzhatjátok be. Hatalmas siker a Starfield, több mint 1 millióan játszották egyszerre. Megint bajban a Skull and Bones, csak nem akar elkészülni a kalózas játék. Már a fejlesztőknél lehet a PlayStation 5 Pro, jövőre érkezhet az erősebb konzol. A Starfield kapott hideget és meleget, de ami a piaci sikert illeti, az garantáltan megvan. A korai hozzáférési időszak alatt már 2 millióan fizettek be a Skifi RPG-re, ez a szám pedig azóta ennek már a többszörösére növekedhetett. A teljes bevételi adatokra még jó eséllyel várnunk kell egy darabig, de addig is itt van nekünk az Xbox feje, Phil Spencer, aki nagyon biztató hírrel szolgált. A bejelentése szerint ugyanis a Starfieldet a tényleges premier alkalmával több mint 1 millióan pörgették egyszerre. Mi is nagyon rajta vagyunk a játékon, a tesztünk mellé már egy tippek-trükkök gyűjteményt is készítettünk, és streamben is többször elővettük a játékot, aminek köszönhetően végre az Xboxnak is van egy igazán erős exkluzívja. Ha csak erre vártatok a konzolvásárlással, akkor most érdemes benézni a konzolvilághoz, ahol az Xbox Series S és Xbox Series X konzolokat kedvezményes áron zsákolhatjátok be, sőt, menő Starfield-es kiegészítőkkel is feltuningolhatjátok az otthoni szettet. Jó hír azoknak, akik Skiff helyett inkább a fantasyt részesítik előnyben. Iparági források szerint már elkezdődött az évelején megjelent Hogwarts Legacy folytatásának fejlesztése. Bár valószínűleg az Avalanche szoftvernél sem gondolták, hogy ekkora siker lesz a varázslós móka, a hatalmas bolykott visszafelé sült el, és már az első 2 hétben több mint 12 millió példányt adtak el a játékból. Májusra már 1 milliárd dollár fölött jártak a bevételek, így nem csoda, hogy készül a folytatás. Nagyon reméljük, hogy abból már a Quidditch sem marad ki. Nem fogjátok elhinni, de megint veszélybe került a Skull and Bones fejlesztése. Hat évvel a leleplezés után még mindig nem áll készen rá a Ubisoft kalóz kalandja, hogy a játékosok megkapják, és az sem ígér sok jót, hogy csak PC-n lesz elérhető a bétája. A Kotaku értesülései szerint a projekt már a 3. kreatív rendezőjét veszített el, Elizabeth Pellen személyében, aki még 2018-ban kezdett el dolgozni a csapattal. A nyár folyamán viszont elhagyta a Ubisoft Szingapúrt és visszatért a vállalat párizsi főhadiszállására. A Skull and Bones régóta tartó fejlesztése egyes beszámolók szerint igazi pokoljárás a munkatársak számára, szexuális zaklatásról, toxikus légkörről és rossz fizetésről egyaránt születtek panaszok. Még sehol nem volt a PS5, amikor mi már játszottunk a Skull and Bones-zal, de simán lehet, hogy a PS5 Pro is hamarabb jelenik meg, mint a Ubisoft kalózos játéka. Az Xboxért felelős Phil Spencer nemrég jelentette ki, hogy a Microsoft egyáltalán nem készül úgynevezett félidős, ilyen erősebb kiadással az aktuális Series X konzolból. Ezzel szemben a Sony-ról régóta kering a pletyka, hogy idővel megkapjuk a PlayStation 5 Pro-t, amely jövőre jelenhet meg és 2-szer nagyobb teljesítményt nyújthat a normál PS5-nél. Egy szivárogtató azt pletykálja, hogy a Square Enixhez már eljutottak az új PlayStation fejlesztői készletek, amelyek a PS5 Pro hardverét tartalmazzák. A korábbi szivárgások alapján a konzol már a jövő év végén piacra kerülhet, és eddig a Sony sem cáfolta sehol az érkezését, így egyáltalán nem lennénk meglepve, ha a fejlesztők már tényleg a devkiteken játszanának. Ugyanez a szivárogtató beszélte a Nintendo Switch 2-ről is, aminek fejlesztői készletei szerintem már szintén ott vannak a stúdióknál. A kiszivárgott infók alapján a konzol kompatibilis lesz az előző generációs címekkel, de a memóriakártyája új formátumot kap, és a konzol valamilyen kamerás funkciót is kap. A legizgalmasabb viszont az a kijelentés, hogy a Final Fantasy 7 remake a PlayStation 5-höz hasonlóan fut a hardveren, mivel az eddigi pletykák arra utalnak, hogy a Switch 2 teljesítménye inkább az előző generációs otthoni konzolokhoz, vagyis a PS4-hez és az Xbox One-hoz áll majd közelebb. Ami a megjelenés időpontját illeti, ennek kapcsán a legígéretesebb forrásunk eddig egy júniusban kiszivárgott e-mail az Activision játékkiadó pénzügyi igazgatójától, aki a Nintendo Switch 2 2024-es megjelenéséről írt. Hivatalos az EA Sports WRC, még idén megkapjuk a Codemasters játékát. A csapatnak van azért néhány év tapasztalata a Colin McRae rallik és dörtök fejlesztésében, úgyhogy szerintünk nagyon jó kezekben lesz a széria. A kiadó a héten jelentette, hogy a november 3-án jelenik meg az egyszerűen EA Sports WRC nevet viselő játék, és aki előrendeli, 3 nappal korábban kezdhet vele játszani. A fizikát a Dirt Rally játékokból veszik át, de Unreal Engine-nel fejlesztettek, így hosszabb és részletesebb pályákat alkothattak meg. Első körben 18 hivatalos helyszínen állhatunk majd rajthoz, összesen 600 kilométernyi útpályán, 10 VRC-s, VRC2-es és junior VRC-s autóval, valamint 68 kocsival a sportág múltjából. A Builder módban testre szabhatjuk majd az autók külsejét és belsejét, de játszhatunk 32 fős cross-platform multit, és újraélhetjük a 2023-as szezon legfontosabb pillanatait a naponta frissülő Moments módban. 2024-ben érkezhet az Arcane második évada. A sorozat nem csak League of Legends adaptációnak lett kiváló, hanem azok számára is élvezhető és szerethető animációs sorozat volt, akiknek fogalmuk sincs a Riot Games univerzumáról. A széria cliffhangerrel ért véget, így érthető módon mindenki várja, hogy láthassa, hogyan folytatódik a sztori, és mi lett a kedvenc karaktereivel, azonban erre még sokat kell várni. A Riot elnöke szerint egyrészt nem számítottak rá, hogy ekkora siker lesz az első évad, így megvárták a reakciókat a második elkezdésével, másrészt pedig minőségi munkához bizony idő kell, szóval eszük ágában sincs sürgetni a folyamatot. Most azonban a Tencent egyik rendezvényén, a kivetítőn felbukkant az Arcane is, ami a tervek szerint jövőre érkezik. A spekulációk szerint egy novemberi dátum lenne a legkézenfekvőbb a második évad Netflixes debütálására, mivel az első 2021. november 6-án került fel a streaming szolgáltatóra, valamint a premier egybeeshet a League of Legends 15. születésnapjával, szóval stílusos lenne egy ilyen fontos mérföldkőhöz igazítani az Arcane folytatását. 10 éves a The VR, dokumentumfilmmel ünneplik a srácok a jubileumot. Pisti és Jani 2013. október 5-én töltötték fel az első Dreadhalls videójukat, ami egy olyan pályára állította őket, amit a legvadabb álmaikban sem képzeltek volna. Miután a Cat Mario-val berobbantak az interneten, elképesztő ütemben kezdtek el nőni, mára az ország legismertebb tartalomgyártó csapatává váltak, és megállás nélkül pörgetik a tartalmakat, legyen szó gameplay streamekről, podcastokról, tech videókról vagy reggeli műsorokról. A srácok nagyon hálásak a rajongóknak, ezért is készül a The VR 10 dokumentumfilm, ami nem csak egy montázs lesz az elmúlt évtized legizgalmasabb pillanataiból, a srácok olyan dolgokat is elmesélnek majd, amiket eddig sehol nem hallhattunk. A filmet Jani vágja, és október 5-én debütál majd a YouTube csatornájukon. Ha többet akartok tudni a részletekről, hallgassátok meg a Happy Hour 1485. epizódjának idevágó részét. Akár életfogytiglant is kaphat az a magyar férfi, aki állítólag egy videójátékba képzelte magát és úgy gyilkolt. Valahogy mindig sikerül bűnbaknak beállítani a videójátékokat ahelyett, hogy a probléma valódi forrásával foglalkoznánk, például a mentális gondok felismerésével és kezelésével, vagy éppen a gyerkőcök hobbiának megismerésével az azonnali elutasítás és boszorkányüldözés helyett. Már csak azért is, mert a bűncselekmények során az elkövetők előszeretettel hivatkoznak arra, hogy egy videójáték hatására tették azt, amit. Ilyen volt az a szörnyű eset is, ami 2022. májusában történt. Egy veszprémi gyárban dolgozó 25 éves férfi vonzalmat érzett a kollégája iránt, ám amikor az elutasította, kést rántott és leszúrta a nőt. A gyilkosságra nem hirtelen felindulásból került sor, a tettes alaposan felkészült, mivel vásárolt egy 12,5 cm penge hosszúságú kést, a vádirat szerint pedig szabad idejében vérengző tartalmú online videójátékokkal játszott, amelyekben szúrófegyverekkel lehetett ölni, és a vádlott számára a videójátékos ölés és a valóság felcserélődött. Amint az a nyomozás során kiderült, az elkövető bevallása szerint nem emlékszik a szúrásokra, mert a műszak után felrakta a fülhallgatóját és meghallgatott egy zenét, ami arra a videójátékra emlékeztette, amivel rengeteget játszott, és akkor felcserélődött számára a játék és a valóság. Az ügyvédje a védőbeszédében azzal próbálkozott, hogy Védence 2004 óta a videójáték világában élt, és kóros szenvedély alakult ki nála, továbbá, mint kiderült, személyiségzavarban szenved. Az ügyészség álláspontja szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok és adatok alapján kétség sem férhet hozzá, hogy a férfi beszámítható állapotban követte el a büntettet. Éppen ezért az ügyész azt indítványozta, hogy előre kitervelten, aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésért ítéljék életfogytig tartó szabadságvesztésre. Játékai kalóz változatait árulta a Rockstar a Steamen. mert egyszerűbb volt egy nem hivatalos crackkel kijátszani a másolás védelmet, mint energiát fektetni annak kiiktatásába. Valahol mókás, valahol elszomorító, hogy a Rockstar néhány hivatalos, a Steamen megvásárolható PC-s játékának problémáit másolásvédelmi megoldások okozzák, méghozzá azért, mert a játékok rendszere kalózverziónak érzékeli a hivatalos kiadást, nem alaptalanul. Erre egy youtuber világított rá, aki a Manhuntban, a Max Payne 2-ben és a ma már nem kapható Midnight Club 2-ben is felfedezte a kalózverzió kódjait. A Manhuntnál a Securom DRM dolgozott, amit a Razor 1911 tört fel, és máig nem derült ki, hogy a Steamen a crackelt változat van. A Max Payne 2 esetében ezt hamar észrevették a játékosok, ott a kiadó kapkodva próbálta eltüntetni a nyomokat még 2010-ben, viszont ennek eredményeképp a játék most nem teljesen kompatibilis a Windows frissebb verzióival. A Manhunt modok nélkül szintén nem volt játszható az elmúlt 13 évben. Ez volt erre a hétre a Hype, legközelebb jövő szombaton jelentkezünk a legizgalmasabb hírekkel. Ha tetszik, amit láttok, akkor ne felejtsetek el dobni erre a videóra egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt, hogy kapjatok értesítést, ha felkerül egy új videó. Hamarosan újra találkozunk, addig is játszatok sokat!